Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform. Kriptoverzum ismét üdvözlünk mindenkit Andortó Anna a mikrofonnál, és ma is Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila! Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat! Na hát az újraindulásunk óta Mozaikról, tehát rólatok beszélgettünk már, viszont csak a kriptokereskedési felületig jutottunk, tovább nem, és hát az nem már nem titok, sőt már nagyban benne vagytok a blokklánc fejlesztésben. Lesz egy saját blokkláncotok, szerintem kezdjük onnan, hogy erre miért is van szükség, miért nem lehet a, a, a mozaika mint kriptokereskedési felület a Binance blokkláncán, miért nem maradhatott, miért kell ehhez egy saját blokklánc? Igen, kezdjük onnan, hogy amikor Megterveztük a mozaik alfát, akkor azzal kellett szembesülni, hogy komoly kihívás egyáltalán kiválasztani, hogy melyik blokkláncra költöztessük. Hát először is olyan blokkláncra érdemes vinni, ahol sok eszköz elérhető. Mert ahol nincsenek eszközök, ott minden eszközt akkor át kell juttatni egy másik blokkláncról, ami technológiai szempontból is egy komolyabb munka, és nem a fejlesztésre gondolok, hanem hogy minden eszköznél meg kell mozgatni, minden egyes átjárásnak költségei vannak, tehát oda érdemes menni, ahol van sok eszköz, vagy megvan oldva, hogy könnyű átjárás biztosít, de hát ilyen nem sok van, ahol ez meg van oldva. Lehet jól fejleszteni, ez volt a legnagyobb korlát, ugyanis mondjuk egy etereumon, akár egy Binance Smart chain egy Polygonon, és akkor lehetnék még sorolni nagyon sok felületet, ugye okos szerződésekben kell fejleszteni, és hogyha egy komplex rendszert akar építeni az ember, akkor nagyon komoly korlátokat szab ez a típusú fejlesztési környezet, aminek, hogyha komplex rendszer, nyilván több okos szerződésre van szükség, és nem is kettőre vagy háromra, hanem, hanem két számjegyű okos szerződés van, amik egymással kell, hogy kommunikáljanak, ezek a kommunikációk, ezek nem ingyenesek, tehát ö, fizetni kell érte. Ráadásul minden egyes ilyen műveletnél, akár több blokkot is meg kell várni, hogy ezek a műveletek validálódjanak, tehát hosszú ideig tart, drága. Úgyhogy arra megállapításra jutottunk, hogy egy komplex pénzügyi rendszernek, legyen az, érkezzen a hagyományos tradicionális pénzügyi világból, vagy a decentralizált világból, nincsen megfelelő blokklánc. És ugyan technológia, tehát innováció szinten a technológia az már létezett akkor is, ami ezt meg lehet jól oldani, de erre még nem használták föl, úgyhogy mi azt üsztük ki célul, hogy alkotunk egy olyan blokkláncot, amit kifejezetten a komplex pénzügyi rendszerek Nek építünk, amit majd tudnak használni mások is. Akár decentralizált platformokat, applikációkat akarnak létrehozni, akár a hagyományos pénzvilág akar beköltözni a decentralizált világba. Legutóbb, amikor erről beszéltünk, akkor éppen a tesztverzió futott. Ennek vége van már? Elindult élesben? Az éles az nem indult még el, tehát nem érhető el, egyelőre még nem lehet oda költözni, nem indulnak rajta szolgáltatások. A tesztverzió azóta is fut, és a tesztverzió az tulajdonképpen a technológiát teszteli, az soha nem fog megállni, mert akik majd a mozaik blokkláncra akarnak fejleszteni, azok tudják a teszthálózaton, tesztkörnyezetben tesztelgetni a, az ő céljai megfelelően az alkalmazásokat. Az éles verzió most már működik, nem minden funkcióval, viszont ugye nagyon fontos biztosítanunk pont az imént említett átjárásokat, úgyhogy ugye első körben a polkadott ökoszisztémához fog csatlakozni a, a mozaiklánc, Úgyhogy most éppen ennek a csatlakozásnak az őrületében vagyunk benne. De hát egyébként nem csak a polkadott ökoszisztémával tervezünk összekapcsolódni, hanem minden olyan blokklánccal, ahol nagyobb forgalom, ahol nagyobb élet van. Úgyhogy ezek vannak éppen kialakítás alatt. Egyébként a mozaiklánc el tudna indulni néhány hónapon belül de valószínű, hogy ez ki fog tolódni egészen nyár végére, ősz elejére, hiszen rengeteg dokumentációt, leírást kell készíteni, a felületeket tesztelni kell, hogy mennyire jól lehet használni, tehát van még bőven munka, de a blokkláncnak az alapja, tehát az alapprotokoll, az már fut és működik, ehhez még hozzá fognak kerülni a funkciók, és hát a sok-sok információ, amivel rengeteg munka van, hogy tudják használni az és emberek. És akkor mikor kerül át a Binance-ről oda a kereskedési felület? Hát a lánc indulása után nagyon rövid idővel. Egyébként ezt úgy kell elképzelni, hogy ott az nem lesz megszüntetve, nem lesz lezárva, nem is tudjuk megtenni, hanem majd ugyanarról a felületről el lehet érni mind a két láncon futó mozaik alfát, és mivel nincs meg a jogunk, hogy mi hozzányúljunk azoknak a pénzéhez, akik oda betettek pénzt, ezért minden ugyanúgy fogott tovább menni, de jobb feltételeket, meg, meg, több funkciót, több lehetőséget kapnak az új láncon, úgyhogy nekik kell majd átmozgatni. Nem történik akkor semmi hátrány nem éri őket, ha nem mozgatják át, inkább azt mondanám, hogy több előnyhöz jutnak, hogyha átmozgatják, de ezt nekik kell kézzel megtenni. Tehát akkor az ügyfelek döntenek, a felhasználók döntenek arról, hogy most ők melyik mellett döntenek. Így van, de hát kommunikálni fogjuk a felületen, tehát amikor a felületre megérkezik, akkor ő erről fog kapni információt, hogy jobb feltételekkel folytathatja, hogy oda átviszi. Gondolom ezt, ezt nagyon egyértelműen és nagyon részletesen kell kommunikálni, mert hiszen azt már megbeszéltük korábban, hogy ez a felület olyan embereknek van, akik, akik nincsenek benne a kriptovilágban, nagyon nem értenek hozzá, viszont szeretnének befektetni, mert jó befektetési lehetőségnek látják. Nagyon jól mondod, én azt gondolom, hogy azért ezt viszont szerencsére nem bonyolult elmagyarázni, hiszen egy újabb verzió született, egy fejlettebb verzió, ahova ő tudja átvinni a pénzt, és mindent elér, amit itt, csak még pluszba más dolgokat is. Hirtelen most az jutott eszembe egy nagyon, nagyon egyszerű példa, hogy az elmúlt hónapokban kellett a családban, a családban idősebb tagokat egy régebbi banki felületől egy újra átirányítani. És ugye mi volt az első reakció, amikor ezt ők meglátták, vagy nekik felhívták a figyelmüket? Úristen, úristen, hívjuk az ügyintézőt. Hívjuk az ügyintézőt, és akkor ő majd segít, hogy azt hívtak engem, amikor nem érték el az ügyintézőt. Szóval, hogy, hogy, hogy ez, ez, tényleg nagyon más. Csak ezzel akartam szemlélni Tettni, hogy itt nincsen ügyintéző? Így van. Hát az egész decentralizált világ erről szól. Tehát az embereknek valamilyen mértékben meg kell tanulni felelősséget vállalni saját magukért, mert itt automatizált folyamatok vannak. Ezek az automatizált folyamatok jobb esetben nem megváltoztathatóak. Ez ad egy többletbiztonságot, mert az előre lefektett szabályoktól nem tud eltérni a rendszer, ez egyik oldalról jó, a másik oldalról pedig itt nem is tud senki belenyúlni. Tehát, hogyha elkövet egy hibát egy felhasználó, akkor nincs, hogy a központi adatbázisban majd megváltoztatja a kérését. Igen, igen, tehát itt ilyen, ilyen dolgok nincsenek. Hát úgy kell megtervezni egy rendszert, és hát remélem, hogy ebbe majd később azt mondja mindenki, hogy nagyon sikeresek leszünk, hogy az ügyfél az ne tudjon hibát elkövetni, teljesen egyértelmű legyen minden, amit, amit ő végrehajtott. Tehát készül a blokkláncotok, biztos lesz a következő hónapokban még aktualitás százalék, hogy beszélünk még erről, de már ennyi fért bele. Vidákovics Attilával a Mozaik Alfa kriptokereskedési felület, és hát egy blokklánc a Mozaik Chain egyik alapítójával beszélgettem. Köszönöm szépen Attila, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, sziasztok! Andor Tóth Anna volt a mikrofonnál, köszönjük a figyelmet! Kriptoverzum mindenkedden és csütörtökön a reggeli monitorban, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform együttműködésével. Tartson velünk legközelebb is!